Az elmúlt két év nem úgy alakult Bakosi Péter számára, ahogyan azt edző édesapjával elképzelték. Sérülések, tanulmányi elfoglaltságok és a koronavírus járvány miatt sem edzeni, sem versenyezni nem tudott folyamatosan. A nemzetközi porondon másfél év maradt ki, míg idehaza tavaly ugrott ugyan néhányat, de aztán ismét közbeszólt egy bokasérülés. Úgy tűnik azonban vége a rossz szériának, február elején Osztravában 217 cm-rel a harmadik helyen végzett Péter, majd az elmúlt hétvégén Budapesten egy meghívásos versenyt nyert 2019-re a Nyíregyházi Sportcentrum atlétája. Péter úgy döntött, hogy mindenképpen felkészül az olimpiára, ő ott szeretne lenni, és ezért mindent alávetett a felkészülésnek. Sajnos a körülmények azok elég mostohák, ugye tudjuk, hogy a főiskola atlétikai csarnoka az beszakadt, már két éve nem tudjuk használni. Igazából a Városi Stadion teniszcsarnokába tudunk, néha vagyunk bent, ha 80-100 gyerekkel is, az edzéseket, mert Péter természetesen külön edz. Az edzések nagy részét szabadba próbáltuk megoldani, amikor az időjárás engedte. Hideg az nem annyira számított, inkább itt a csapadék volt a lényeg, hogy ne essen. Az erősítéseket az itt a Continental Arénában azt maximálisan meg tudtuk oldani, és úgy indultunk neki a fedett pályának, hogy egyetlen egy ugróedzés nem tudott végezni, tehát magyarul nem tudott egy magas ugróedzés szöges cipőbe elvégezni. És úgy döntöttünk, hogy itt több versenyen fogunk elindulni, versenyről versenyre fog menni, és megpróbáljuk a versenyeken ezeket a technikai hibákat, ami esetleg előfordul, azt kijavítani. Már Péter évtizedes rutinnal rendelkezik, a hosszú kihagyás után számára is furcsa volt ismét versenykörülmények között ugrani. Kicsit szokatlan volt, bevallva izgultam is a versenyen, de így összerakva sok tapasztalatot szereztem, sok tanulságom volt belőle, és remélem, hogy a következő versenyeken ebből fogok tudni még építkezni. Elég sok ideje üzem ezt a sportágat, és azért az emlékezetemben úgymond megmaradt a mozgás, szóval kicsit meg is leptem magam azzal, hogy így nyitottam az idényt, de utólag összerakva azt mondom, hogy szerintem ebben még jóval több van. Bakosi Péter a hétvégén Budapesten indul egy meghívásos versenyen, majd egy héttel később a fedett pályás magyar bajnokság következik. Ezen a két viadalon van lehetősége arra, hogy teljesítse a márciusi lengyelországi fedett pályás Európa bajnokság kvalifikációs szintjét, a 226 cm-t. A nyíregyházi ugró ugyanis mindenképpen szeretne ott lenni az EB-nek otthont adó Aréna Torunban.